A temető alatt évtizedekkel ezelőtt megtalált leletek a Gyenesdiási önkormányzat épülete melletti parasztházban vannak kiállítva. Egy szabad avar férfi csontváza, a különféle szerszámok, edények, fegyverek és egyéb tárgyak némán mesélnek a múltról. 50 év avarokra vonatkozó kutatását itt a környékünkön összegezi. A sok-sok évszázaddal ezelőtti történelmet Müller Robert dolgozta fel egy most megjelent könyvben, amelyet a községháza nagy termében mutattak be az érdeklődőknek. Szerettem volna az avar korral kapcsolatos elképzeléseimet összegezni a Gyenesdiási temetőről, ugye publikáltam, kisállítottam Ausztriában, Németországban is a főnöki sírt, a koraavar, a középavar sírokat külön publikáltam, külön publikáltam a lovas temetkezéseket, de egy összegzést is kellett volna írni erről a temetőről. A kiadvány tehát egy összegzés, amely csak nem másfél évezredre próbál visszatekinteni. A kutatások szerint az avarkori parancsnokság Gyenes lehetett. A község monográfia sorozatának képekkel, ábrákkal gazdagon illusztrált 8. kötete Müller Robert több évtizedes kutató munkáját dolgozza fel. A település polgármestere hiányportóalkotásként alkotásként tekint az Avarok Gyenesdiás környékén című műre egy olyan anyag került összeszerkesztésre, ami bemutatja mindazt a leletanyagot, amit a Gyenesdiási ö, avar temető biztosított itt a 60-as, 70-es, 80-as évek feltárásai kapcsán. Valamint egy picit talán visszatekintést nyerünk a könyv által a 6. és 9. század közötti avar történelmi időkben, hogy ez a település stratégiai fontosságú volt abban az időben is, talán ez a környék lehet azt mondani. A könyv bemutatóval egy időben nyílt meg a Gyenes az elmúlt évben című fotókiállítás. Az év elején, hagyományosan megnyíló tárlat képanyagának legjelentősebb részét a József Attila Művelődési Ház vezetője készítette. Arra gondoltunk, és szerintem ez így jó be is jött, hogyha valaki bejön a községházára egy idegen, egy tíz perc nézelődés után többet tud meg a településről, mint hogyha egy órát beszélnénk neki, vagy a helyiek is szívesen nézegetik, mert felelevenednek az elmúlt év pillanatai, magukat sokan felfedezik különböző közösségi eseményeken. Több mint 20 tablón, körülbelül 200 képen láthatja a tavalyi év jelentősebb gyenesdiási eseményeit az érdeklődő.